Na, arra is látszok. Hát be kellett ugranom egy alkoholos filcért a boltba. Itt tudjuk megoldani ezt a projektet, mivel már úton vagyok oda, ahova kell leadnom ezt a 2 autogramot. Hát igazából a sztori annyi, hogy kértek tőlem 2 srác, 2 aláírást, így ismerős által. Ugye itt a faluban lakik egy Szilvi nevezetű hölgy, aki postás egy másik faluba, és ott hát így kiderült, hogy ismer engem, és 2 srác szeretett volna egy-egy aláírást. Én arra gondoltam, hogy az túl snasz lenne, emiatt egy kicsit megbolondítom a dolgot azzal, hogy én annó kaptam a Giant Software-től, tudjátok, a Farming Simulator sorozat készítőitől 2 darab plakettet, és akkor arra gondoltam, hogy azokat nekik adom, és azokat dedikálom, hogy akkor ki tudják rakni a falra, vagy esetleg a szekrényükre, vagy a számítógép asztalukra. Szerintem az úgy tök jó lesz. Na, de meg is mutatom. Ilyen dobozban van. Ez is már tök ilyen fancy. És ilyen, így néz ki ez a plakett. Ez egy ilyen, ki lehet venni, és akkor így föl lehet pattintani a falra, vagy ahova szeretnéd. Az egyik meg is van, Keeper the Tank Marcinak. És a második pedig Balintnak. Hát innen is üdvözlöm őket. És remélem, hogy örültök neki, hogy nem csak egy papírlapra egy feliratot kaptok. Na akkor hajrá, vigyük el a csomagokat. Hú, nagyon meleg van egyébként. Az előbb tusoltam le, de ezt nagyon nem lehet bírni. Hát, gyorsan elmegyünk, odaadjuk Szilvinek a csomagot, ő meg eljutatja Bálintnak és Marcinak ezt a 2 darab plakettet. Remélem, örülni fognak neki. Egyébként figyeljétek, milyen mutatok nektek egy csodálatos járművet. Hú, még jó, hogy nem nagyobb ez a falu. Nézzétek, egy zill. Ráadásul egy ilyen hómarós kivitel. Azt nem tudom, hogy ott hátul, az mi célt szolgál? Van egy külön kipufogója. Az valami, lehet, hogy valami agregátor. Na, itt meg volt az aratás, már látjátok? Ott meg, nem tudom mennyire láttok el, ott van egy vágóasztal, egy klasszé. Jó, kicsit ez erős volt. Ezen a dombon jöttünk fel, hát de rendesen megizzadtam. Még szerencse, hogy nem esik a hó, ilyen melegben havat lapátolni kellemetlen lenne, nem? Na srácok, köszi még egyszer a figyelmet, jók legyetek, csáá!